No hát kérem szépen, ugye az asszonya utóját már múltkor néztük, hogy hiba kód van, de nem lehetett kivillogtatni az övé már, viszont van neki ugye csatlakozója, és hát én a távoli Kínából, a Banggoodról rendeltem egy jószágot, kemény 4000 forint volt, egészen pontosan 4000 forint plusz 600 valahány forint, ugyanis Banggoodról rendeltem, és hát ott az volt, ki van fizetve minden, tehát nincs vele egyéb költség, és hát majd valami EU-s raktárból jön, de ehhez képest Svájcból jött a cucc, és hát vámot nem tettek rá, de rátettek valami 200 forint, 200 valahány forint áfát, meg valami 400 forint, hát ilyen ügyintézési díjat a posta, úgyhogy további 600 forinttal drágult az eszköz. Én ezt már tegnap megnéztem, mert amikor elmentem a saját kocsimmal, akkor abba beledugtam, de az enyémben ki lehet villogtatni, de abba is van csatlakozó, de onnan nem sikerült hibakódot kiolvasni. De áramot kapott, mert tudtam a telefonon Bluetooth-tal csatlakoztatni. Szóval, találunk egy minimális leírást ebből a történetből, ami nagyon érdekes, találunk egy ilyen alakú CD-t hozzá, hát amivel csak az a probléma, hogy ilyen alakja van, ezt azért hosszú távon nem szereti semmi, hogyha ilyen alakú tárgy forog a meghajtóban, de erre igazániból nincs szükségünk, hiszen van hozzá telefonos alkalmazás, ez a TorQue Light, mert az ingyenesen letölthető, a Pro az fizetős változat, és a tegnap odáig jutottam el az enyémmel, hogy Bluetooth-on volt kapcsolat, tehát valamit csinált, lámpa világított rajta, de egyébként semmilyen adat nem érkezett meg. Hát így néz ki maga a jószág, 3 lámpácska világít rajta, egy bekapcsoló gomb van rajta, egy ilyen gumírozott felület, ez tök jó egyébként, hogy ez gumírozott, tehát ez menő, és hát itt vannak a csatlakozók. És akkor most ugrik a majom a vízbe, ezt be fogjuk dugni az autóba, és megnézzük, hogy mi történik. Megköressük ezt a csatlakozót, ami valahol itt van. Itt van. Itt van. És ide fölcuppantjuk az eszközt. Föl van cuppantva. És akkor adjunk tápot az autónak. Kuplunk kinyal. Rádunk egy kicsit. Akkor nézzük meg, hogy megtaláljuk-e. Bemászok, megnézem, mit látok. Elméletileg 3 lámpa világít rajta. Tehát valaminek kéne történnie. Itt van, csatlakozva is vagyunk, tehát mutatja, hogy ez él, ez fönt van. Ez a jószág. Nem válaszol. ODBD2 adapter, not responding. Nézzük meg, próbáljuk meg Bluetooth-tal újra. Nem található eszköz. Hát ez nagyon vicces. Jó, én megszüntetem ezt a párosítást. És nyomok egy újat. Megnézzük, hogy most akkor látja-e, vagy mi a tök van. Egyáltalán világít ez, amíg várni? Igen. Még a lámpák világítanak rajta. Nem található eszköz. Jó, kihúzzuk. Berúgjuk. Bekapcsoljuk. Keresés. Most megtalálta. Párosítjuk. 1, 2, 3, 4, azt hiszem ennek a jelszava. Az volt benne a könyvben. Így van. Itt vagyunk benne. Jó. Oké, akkor most nézzük újból ezt a csodaprogramot. Oh,
Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Gyerekek, kaptunk aratokat. Kaptunk sima speedet is, meg GPS speedet is. Ezek szerint tud nézni. Nyitott kör. Mi a halál az? Na nézzük, nézzük, miket kapunk faútkódnak. Na, szóval. P0-135. Akármit is jelent, ezt meg kell keresni a hiba mutatására, mit mond. P0-135, oké. Most elmente, ki fogom törölni, és megnézzük, hogy eltűnik-e. Clear. Eltűnt a hiba jelzés. Tehát nem világít már sárgán, ki tudtam törölni a hibakódot, és utána kell nézni ennek, hogy mi a tököm ez a hibakód. És egyébként itt tudok kijelzőket hozzáadni. Azt a 700-át. Tehát persze kérdés, ezek közül milyen adatokat szolgáltat ugye az autó, mint olyan. Na, nézzük. Változik-e itt bármi is? Ha elkezdek mondjuk gázt adni. Igen. Na, gyertek csak. Szóval, például ha elkezdek gázt adni, ugye látszik, hogy most alapjárat 824, 1000 alatt vagyunk. Fölmegyek 4000-re, hát 3100-at mutat, 3008 egy kicsit késik. Némi késedelemmel, de itt van. 4300, tehát kapunk azért belőle adatokat, hát ez azt kell, ami működik. Tehát némi adatokat kapunk. Na, tehát tulajdonképpen ez az olvasó, ez valamire használható, most utána kell nézni, hogy mi a tetves tök az a hibakód.